A tervezetnek megfelelően haladnak a fejlesztési munkálatok a csaknem 40 éves gödöllői szennyvíztisztító telepen. A kivitelezés idén februárban kezdődött el, melynek jelenleg 10%-os a készültsége. A jelenlévők a helyszínbejáráson megtekinthették az eddigi eredményeket és a munkafolyamatot. A sajtóeseményen beszédet mondott dr. Gémesi György, Gödöllő polgármestere. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket, a sajtó munkatársait. Nyilván a jelentősége óriási, hiszen hatalmas összegről van szó, ide most beépítésre kerül. Hosszú éveken keresztül igyekeztünk előkészíteni ezt a projektet. Egyébként 1970-ben épült ez a szennyvíztisztító telep, amint látják még a régi részét, ami most éppen működik és ami ellátja a funkciót. Ilyen állapotban volt az egész telep, és a helyzet az, hogy ez a jelenleg befolyó szennyvíz 60%-át tudta csak korszerűen megtisztítani. Ez semféleképpen nem volt jó. Környezetvédelmi hatóság rendszeresen büntetést szabott ki a városra, és végül is hosszú-hosszú előkészítés után sikerült ebbe az Európai Uniós projektbe bekapcsolódni, aminek eredményeképpen 2011. októberében aláírtuk a támogatási szerződést, és hát ugye a mai uniós pályázatok kapcsán észlelt nehézségek után végül is elkezdődött a beruházás, a kiviteli szerződéseket aláírtuk. Önök talán azon a sajtótájékoztatáson ott voltak, amit bent a Városházán tartottunk. Itt kint a helyszínen pedig most először, első alkalommal, ahogy elhangzott, annak érdekében ebben a stádiumban, hogy lássák még a régit, lássák azt most még, hogy mi épül be ide, milyen mennyiségű anyag épül be ide ebbe a objektumba. A felújítás beleillik Gödöllő ökováros programjába, hiszen a korszerűsítés eredményeként kisebb mértékű lesz a környezetszennyezés. És itt látható az épülő új előülepítő és biológiai tisztítómedence. Ugye, ahogy a másik oldalon is mondtam már, először ezeket meg kell építeni és üzembe kell helyezni ahhoz, hogy a meglévő rendszert ki lehessen, üzemen kívül lehessen helyezni, és el lehessen végezni a felújítási munkálatokat rajta. Hogyha ez nem lenne, akkor nagyon-nagyon rossz minőségű, mondhatni azt, hogy tisztítatlan szennyvíz kerülhetne csak ki a telepről. Hölgyeim és Uraim, Gödöllő elhatározta, hogy ökováros kíván lenni. Néhány évvel ezelőtt kint voltunk együttesen sokakkal a hulladék gazdálkodási társulás által elkészített, szintén uniós projekt keretein belül megvalósult hulladék telepen, ami ma egyébként a legkorszerűbb formában valósítja meg ebben a térségben a hulladék gazdálkodást. Most pedig eljutottunk oda, hogy a város szennyvíze, ez nem térségi projekt, ez egy városi projekt, a város szennyvízének korszerű tisztítása után kerülhet a víz tovább az itt lévő élő vizekbe, ami szintén problémát okozott a víz minősége alapján, hiszen, mint ahogy említettem, nem volt képes ez a szennyvíztisztító telep a megfelelő korszerű tisztításra, és ennek következtében bizony szennyező anyagok bekerültek a élővízbe. Így most a Rákospatakon keresztül kifolyó víz tudja táplálni, tiszta víz tudja táplálni a itt lévő tavakat, és ezzel is hozzájárul a valóban az ökováros kialakításához, a környezet megtisztításához. Egy másik projektnek a része lesz majd, ami a tavak rekultivációját, revitalizációját megvalósíthatja. Dolgozunk rajta, itt még nem tartunk, tehát az első feltétel ennek az volt, hogy olyan ipari víztisztaságú víz folyjon a tavakba, ami után érdemes valóban egy ilyen revitalizációs projekten részt venni. Néhány adatot szeretnék végezetül elmondani Önöknek, hogy érezzük a mennyiségeket is, és a számokat. A projekt tervezett nettó összköltsége 1.372.561.000 forint, és az elnyert támogatási összeg pedig 1.166.676.850 forint. Ez az 50 forint nem tudom, hogy jött ki, de ez izgalmas. Egyébként a támogatás mértéke 85%, és a városnak is egy önrésszel kellett hozzájárulnia ehhez a projekthez, ez pedig 205.844.150 forint. Itt van az 50 forint másik lába, ha jól látom. Hölgyeim és Uraim, a A-híddal kötött szerződés alapján a nekik kifizetett összeg a tartalékkal együtt 1.258.323.561 forint. Az 1 forintot szerintem
közadakozásra fogják majd szánni. Még néhány adatot, ami izgalmassá teheti ezt a sajtótájékoztatót, hogy milyen mennyiségű anyag mozog a beruházás kapcsán. Nem szeretném a szakemberektől elvenni ezt, de talán izgalmas önök számára. 27.500 köbméter földkiemelés, földvisszatöltés 22.000 köbméter, beton-betonacél mennyiségek, beton mennyiség 1.700 köbméter, beton-acél mennyiség 160 tonna. Azt gondolom, hogy ezek is jellemzik ennek a beruházásnak a nagyságát, az összeg, a beépített anyag és a végeredmény, ami számunkra nyilván kedvező lesz a város számára, és valóban segíti az ökováros programnak a lebonyolítását, a lebonyolódását, a megvalósulását, az pedig az, hogy ebből a beruházás, ennek a beruházásnak az eredményeképpen valóban az általunk ide befolyatott víz, ipari víz, tisztaságú vízként folyik majd tovább az élő vizekbe. Köszönöm az eddigi munkát is, és a továbbiakhoz is, a kivitelezőknek, a munkatársaknak nagyon sok sikert kívánok. Bízom benne, hogy május 30-án 2015-ben együtt fogunk örülni a valóban elkészült és már beüzemelt beruházásnak. Köszönöm szépen! Ezután Kassa Viktor projektmenedzser beszámolt arról, hogy jelenleg milyen stádiumban van a fejlesztés, és mik a soron következő lépések. Polgármester úr is említette, ez a projekt elég régóta kezdődött, és ugye azt kell látni, hogy 2008-ban indult, gyakorlatilag az utolsó egy ötödébe vagyunk a beruházásnak, tehát ez már csak egy 20%-nyi van hátra az időből, viszont azt látni kell, ugye az összegeket elmondva, gyakorlatilag több mint 85, közel 90%-át költjük el most a rendelkezésre bocsájtott forrásoknak. Tehát ez a legkritikusabb időszak, gyakorlatilag a legvégén vagyunk, az idáigi tervezési, előkészítési feladatok során, ha összeszedtünk, és előfordult, hogy összeszedtünk csúszást, azokat mind-mind sajnos itt kell majd bepótolnunk. És továbbá kivitelezőnek majd elmondja a részleteket. A feladatát ugye az is nehezítő, hogy próbaidővel kell zárni a projektet. Tehát gyakorlatilag kvázi neki a teljes beruházási idő, mármint úgy értem, a teljes projektidőnek kb. 10-15%-a marad arra, hogy a kivitelezést véghez vigye. Gyakorlatilag jelenleg a kivitelezéssel jól állunk, tehát ütemezés szerint haladunk, nincs veszélyben a végső befejezés, és idáig nem történt semmi olyan gond vagy probléma, bármilyen felvetődése, ami miatt megakadt volna a projekt, vagy drasztikusan módosítani kellett volna az ütemezést. Tehát az eddigek alapján jól haladunk, várhatóan a végén is jól kijövünk, és ahogy polgármester úr mondta, a cél ugye az, hogy tisztább víz menjen a kivezetésbe, tehát gyakorlatilag a szennyvíztelepről tisztább víz kerüljön ki. Továbbá, ezt némi számmal alátámasztva, 10.000 köbméter per nap jelenleg, vagy volt, most már lassan nem annyi lesz, a kapacitása, vagy legalábbis a vízáteresztő képessége a telepnek, ez 7.500-ra fog csökkenni. Viszont emellett a hatékonyság nőni fog, és ez lesz a legfontosabb, mert 40.000 lakóegységről 60.000-re fog emellett nőni. Tehát nem a vízmennyiséggel volt soha gond, amit tehát a telep elbírta Gödöllő által kibocsátott szennyvízmennyiséget, hanem a megtisztítás minőségével volt gond, és a projektnek jelenleg is ez a célja, hogy gyakorlatilag a legvégén olyan tisztaságú szennyvíz jusson ki, ami után nem kell már a városnak semmilyen büntetést fizetni, hogy megsérti a környezeti szabályokat. Tehát ennek megfelelően haladunk, várhatóan a befejezés az 2015 első fél évében zárul, sőt zárnunk is kell, mert gyakorlatilag a hatóság több időt nem ad erre. Onnantól kezdve már csak egy kis utómunkálatok következnek, és év végével lezárhatóvá válik teljes mértékben a projekt, mind dokumentálisan, mind pénzügyileg, minden szempontból. Úgyhogy az a cél, hogy ezt tartsuk, mert jelenleg több időnk nincs, tehát gyakorlatilag az előző tervezési ciklusból kapott forrásokat el kell költenünk, és el is fogjuk költeni. Úgyhogy jövőre ezt a projektet sikeresen befejezzük, és Gödöllőnek lesz egy új szennyvíztelepe, ami mindenben megfelel az új uniós erőírásoknak, és Gödöllő városnak nem lesz további büntetési terhe. A műtárgyak jelen pillanatban láthatók a legjobban, mivel hogy még nincsenek feltörtve. A nyár folyamán, miután ezek elkészülnek, a szennyvíz ezekben az új műtárgyakban kerül bevezetésre, és a légi műtárgyaknak, a hátul lévő légi műtárgyaknak a felújítása kezdődik el. Onnantól kezdve körülbelül annyi látható belőlük, mint a most látható hátsó műtárgyakból, tehát egy pár centiméteres beton kiemelkedés és szennyvízzel feltöltött rész. A modernizáció megvalósításának befejezési határideje 2015 májusa.